Egy olyan köztársaságban élünk, amit Szűrös Mátyás kiáltott ki, aki nem csak az MSZNP egyik vezetője volt, hanem karrierjét 1951-ben a Rákosi féle MDP-ben kezdte. A Rákosista alkotmány helyére egy hasonlóan egypárti alaptörvény került, csak már Szájer József nevével fémjelezve. Persze a nemzeti együttműködés rendszerének fontos pillére még, Mészáros Lőrinc és a többi oligarha, Győzike, Kisgrófo, is még sorolhatnánk, de hát egy egész Kubatov listával nem szolgálhatok most. Az elmúlt három évtized az MSP és a Fidesz kormányok közös szégyene, hogy még mindig nem történt meg az állambiztonsági múlt feltárása, így többek közt az úgynevezett ügynöklisták összeállítása, persze a tartótisztekre fókuszálva, a pártállami vezetők elszámoltatása és közéletből, sőt, állami cégek éléről történő kitiltása, vagyis az úgynevezett lusztráció, valamint a kommunista luxusnyugdíjak, illetve különösen a kommunista kitüntetések után sok esetben még mindig járó nyugdíjpótlékok megvonása, egyúttal a politikai foglyok nyugdíjának méltó rendezése, no meg a szabadság téri szovjet megszállási emlékmű eltávolítása, a csak elvileg tiltott ami jelképeivel együtt. Eddig hiába szorgalmaztuk a kormánynál a szélső baloldali antifa terrorszervezetté nyilvánítását is, így megértük idén, hogy október 23-ai megemlékezés ellen szerveztek antifa akciót az egykori Lenin fiúk és ávósok mintájára. Ami az állambiztonsági múltat illeti, a mai napig Csepegtetik a titkosított információkból a nekik kedvezőket. Például múlt hónapban hozta nyilvánosságra az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára azt a jelentést, amelyet Vikitál Gyura írt zenésztársairól, Nagy Feróról 40 évvel ezelőtt, az István a király premierje után. De nem ismerjük a részleteit ma sem számos kormánypárti ex ügynök munkájának, akiket akár zsarolhatnak is múltjukkal, így ez nemzetbiztonsági kockázat is. Sajnos még az Orbán kormánynak is tagja lehetett a D209-es fedőnevű Megyesi Péter egykori kollégája, a szintén 3 x 2-es ügynök Martonyi János, illetve a Fideszes kormányzat oszlopos tagjává válhatott az ugyanúgy 3 x 2-es Tasnádi László rendészeti államtitkár, és még mondhatnánk példákat, részleteket azonban kevésbé ismerünk, mert a Fidesz továbbra is titkosítja. És micsoda farizeus politika úgy emlékezni, például Mansfeld Péterre, hogy a rá halálos ítéletet kérő vérügyésznek néhány évvel ezelőtti haláláig folyósították a több százezres luxusnyugdíját nyugdíját Bélához hasonlóan, ahogy több más vérbírónak, AVH-s vallatót isznek a mai napig is. Szégyen! Persze az elszámoltatást a 90-es évek elején kellett volna, legkésőbb az első Orbán kormány idején 1998-tól, de még mindig itt élhetnek kommunista, luxus, nyugdíjakkal szűrös mátyások, vagy például kevesen tudják, de Schmidt Pál is Kádár János miniszter helyettesi rangban szolgáló diplomatája volt. Titkolják azt is, hányan kapnak kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékokat még manapság is. Megtisztelő volt, hogy 2012-ben Witter Máriával közösen nyújthattam be azt a nyugdíjtörvény módosító javaslatot, melyet el is fogadott az országgyűlés, és ami alapján meg kellett volna vonni a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékokat. De azóta is szabotálja, sőt, már titkosítja is a kormány az adatokat. 2012-ben a nyugdíjbiztosítási főigazgatóságtól azt a tájékoztatást kaptam, hogy alanyi vagy özvegyi jogon körülbelül 1200 személy kap évente összesen 200 millió forintot például vörös csillag érdemrend, vagy fegyveres harcokban részt vett partizán és még 17-féle hasonló jogcímen. Sajnos a megvonást előíró törvény ellenére 90%-uk a mai napig is kapja, hiszen a végrehajtásért felelős Navracsis Tibor miniszter először teljesen szabotálta a törvényt. A határidőik senkitől sem vonták meg a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékokat, majd többször is számon kérésemre a, a törvénytelenséget a törvény megváltoztatásával orvosolták, kitolták a határidőt. Végül a kormány a szocialista hazáért érdemrend és hasonló kitüntetések után járó nyugdíjpótlékok 90%-áról állapította meg, hogy méltó azokat folyósítani az állítólagos rendszerváltás után 25 évvel is szégyen. Eközben a szélső baloldalhoz köthető Antifa nevű szervezet tagjai a lakosság megfélemlítése érdekében Európa szerte és már Magyarországon is szervezetten erőszakos bűncselekményeket követnek el ártatlan emberekkel szemben, akiket találomra bántalmaznak az utcán brutálisan. Az Antifa lényege pont az, hogy ők határozzák meg, hogy ki és mi a náci, és folyamatos offenzívát in folytatnak, a lalóban náci dolgoktól a mérsékelt konzervatív irány felé haladva nincs megállás. Nekik trockítól jobbra mindenki fasiszta. A 2023. februári terrorcselekményeik után hiába kezdeményeztük a csoportosan és szervezetten támadó antifa terrorszervezetén nyilvánítását, a kormány nem hajlandó meglépni ezt. Pedig az alapján a tagállamok az unióban kötelesek volnának befagyasztani, a, tagjai, a szervezet és tagjai pénzeszközeit vagyonát, és velük szemben közös rendőri erővel lépnének fel. Az Antifa egyébként jelenleg is támogatást, és harci kiképzést kap a szövetséges kurdi, kurdisztáni munkáspártól, amit jelenleg is terrorszervezetként tart nyilván az Európai Unió. Ezért követeljük a kormány lépését a szélső-baloldali antifa ellen. Tisztelt honfitársak! 1956-ban a magyarok kinyilvánították és bebizonyították, hogy vérünkben van a honvédelem. De a történelmünk megcsúfolása az, amit ma a honvédségben tesznek. Épp a Petőfi évben a Petőfi laktanya átnevezése, ráadásul egy Habsburg megszálló nevére, Ugyanúgy gyalázat, mint honvédjeink idegen érdekek szolgálatába állítása, miközben például határaink őrizetlenek. Az országgyűlés két nap múlva tárgyalja a kormány előterjesztését, hogy az Izrael által támogatott választásokat betiltó, tüntetőkre lövető csádi diktátor karhatalma legyen a magyar honvédség. Afrikaiakat képeznek lövészetre a magyar honvédek a Sahara déli részén, fekvő Maliban, jövőre pedig csádba is küldenének 200 magyar katonát a szerepvállalás költségét, ne kérdeze, senki, titkosítja a magyar kormány. Eközben Pintér Sándor és Rétvári Bence pedig azt magyarázza a határt védő rendőreinknek, hogyan vonuljanak vissza, fülüket, farkukat behúzva, ha fegyver ropogást észlelnek. A magyar kormány közben Afrikát a lehetőségek kontinensének nevezte, a kaszinó koncesziókon milliárdossá vált honvédelmi miniszter az elsivatagosodó csátba ömleszteni a támogatásokat, többek közt orvosi missziók és mezőgazdasági fejlesztések formájában, melyekre szintén inkább itthon volna szükség, hiszen például Matolcsi György nyilatkozata szerint a magyar élelmiszeripar a második legkevésbé versenyképes az Európai Unióban Bulgária után az izraeli határon szolgáló magyar honvédjeink hazahozatalát is kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom, ahogy Irakban és Csádban sincs keresni valójuk a magyar katonáknak, inkább az a fegyverekkel is ostromló déli határkerítésünknél kellene szolgáljanak honvédjeink. Én... És bizony, az Ukrajnában zajló háború miatt is fontos volna, hogy a honvédek ne a világ másik részén, hanem gyorsan mozgósíthatóan hazánk biztonságát segítsék. Magyarország terror fenyegetettségét is növeli, hogy a magyar honvédek idegen háborúkban vesznek részt. Egy egész lövész szakaszt állomásoztat a magyar kormány Libanon és Izrael határán, ahol evakuálták is a lakosokat. Már találat is érte, az ENSZ békefertartó erőinek főhadiszállását Dél-Libanonban, de ez nem a mi háborunk. Hajlandó-e az Irak megszállásában résztvevő honvédjeink hazahozatalára a kormány? Ezt a kérdést hiába tettem föl legutóbb néhány hete a kormánynak. Egy gumiparagrafusra hivatkozva titkosították, ahogy a mai napig sem számoltak el a csúfos bukással végződött afganisztáni szerepvállalásaink, Afganisztáni megszállásban való részvételünkkel, szerepvállalásunk költségeivel sem. Nem tudhatjuk, hogy mennyibe került az adófizetőknek, bár becslések szerint 75 milliárd forint. Csak az afganisztáni megszállásban való részvételünk. Az idegen érdekek helyett a magyar szempontokat helyezni előtérbe a hadseregfejlesztés során a mi hazánk mozgalom. Az afganisztáni, iraki és hasonló megszállásokra költött 100 milliárdokból inkább vonzóbb, itthoni javadalmazást és modernebb felszerelést, komolyabb hazai hadgyakorlatokat biztosítva honvédjeinknek.